Sziasztok, ez itt az Electrobiker. Annak az apropaján jelentkeztünk be, hogy kint voltunk a milánói motor kiállításon, ahol találkoztunk egy nagyon izgalmas rollernek a fejlesztőjével, alkotójával, ahol rögtön beleszerettünk ebbe a modellbe. Ugyan el kell mondanom előre, hogy nem olcsó kategória, de majd ti is látni fogjátok, hogy minőségi anyagokból egy minőségi rollerről beszélünk, és ma érkezett meg az első példány, úgyhogy Jocival ki is bontjuk, veletek együtt megnézzük, hogy milyen, és rövidesen majd jelentkezünk tesztekkel is. Amit elsőre rögtön láthattok, a talp, ami nálunk az fából van, az egész pontosan bambuszból készül, és a hajtás természetesen, mint mindig a kerékben van, az akkumulátort a csőben helyezték el. A rollerhez jár még egy hálózati töltő, amit 220-ról tudunk üzemeltetni, ezzel tudjuk feltölteni a rollert. És a csomagban találtam még egy kézikönyvet, valamint pár imbuszkulcsot, mint egy jó IKEA szekrénynél. Benne vannak a programok, tehát hogy lehet állítani majd a gyorsulást, a lassulást, vagy mennyire erős legyen a motorfék, tehát minden ilyesmit, azt menüből elérünk. Ehhez majd természetesen ti kaptok, ha nálunk vásároltok magyar nyelvű leírást. Ahogy Gábor is mondta, itt van benne az akkumulátor, ez egy 36 voltos 10,5 amperórás aksi. A motorja az 350 wattos, a sebessége az olyan 25-30 km/h közt van, a hatótávja az is 30 km, ugye körülményektől függő. Ennek a rollernek az erőssége az a futóműve. Nem sokára jelentkezünk, és elmeséljük nektek, hogy milyen használatban a gép, milyen a valódi hatótáv, amit mi teszteltünk le, és nem csak a gyár állítja. Úgyhogy rövidesen jelentkezünk egy új videóval. Sziasztok! És ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni a csatornánkra,